Pégy egy garabonciás diákot, aztán meg egy tudós irodalmárt, gyúrd őket egybe jól, adja kezébe egy szál gitárt, és ott áll előtte Dínyés Jóska. Dínyés József helyesebben, a dal tulajdonos, aki 50 esztendeje rója a Kárpát haza útjait, mindenhová visz és mindenhonnan hoz, egyre több és nagyobb kincset bányászva elő. Most csinált egy DVD-t, amelyen 450 esztendő magyar költészetének 1400 megzenésített darabja van, rászabott, korhű dallammal mindegyik. Dínyés Józseffel találkozván mindenekelőtt két dologra voltam kíváncsi. Örülnek-e a könyvtárak meg az iskolák, és mekkora munka volt az ismert nagyok közti fehérfoltokat a nélkülözhetetlen kisebbekkel, kevésbé ismert kismesterekkel kitölteni. Igen, körbejártam Magyarország könyvtárait, 110 könyvtárban voltam, ahol szakmai bemutatót tartottam könyvtárosok, irodalom és történelem szakos tanárok részére, és mindig kértem, hogy legyenek ott diákok is. A legfiatalabb diákot, lehetőleg kis leányt, vagy valamilyen kis taknyos fiúcskát hívtam oda a géphez, a billentyűkhöz, hiszen számítógépbe dugtuk be a CD-t, vagy a pendrive-ot, később rájöttem, hogy tanárokat kellett volna odahívni, mert őnekik még nehezebb kezelni bármit is. 5-es, 4-es kisleányot úgy kezelte, hogy csuda volt. Még ő igazított el engem, hogy hogyan kell a képet átigazítani. Jó. Mert ők informatikai benszülöttek. Igen, a 6. milyen X generáció, most nem tudom, hogy kell a Y generáció. Tehát a fölépítése roppant egyszerűennek, hiszen könyvtáros ivadék vagyok, édesanyám a Szegedi Somogyi Könyvtár feldolgozó csoportjában dolgozott, és innét tudom, hogy alapvetően ABC-be rakni a műveket, a költők bekerültek egy ABC-be. Majd ezután tematikus összeállítások következnek, tehát aki itt böngészni akar ebben a mérhetetlen adatbázisban, könnyen megteheti. Tehát hogyan tettem szert erre az adatbázisra? Úgyhogy elkezdtem időrendbe rakni a költőket, születési időrendbe, és föltérképeztem az évszázadot. Kiderült, hogy vannak évszázadok, például a 18. század, ahol alig találtam költőt. Már a saját repertoáromban. Hát micsoda feledékenység kihagyni olyanokat, akik. És elkezdtem utána járni, hogy kiket hagytam ki. És amikor kiderült, hogy Barcsai Ábrahámot kihagytam, amikor kiderült, hogy Ányos Pált kihagytam, hát ott persze ott van Berzsenyi, az évszázad végéről ott van Csokonai vagy Besenyei, de hát ők kevesek ahhoz, hogy ezt az évszázadot tényleg, vagy Pálóczi, ezek mind megvannak. De és ők se lettek volna az említett nagyok, vagy nem olyanok lettek volna ezek nélkül, az elődök előképek nélkül. Igen, bizony, bizony. Egy Orci Lőrinc, aki huszár generális volt, hát nem csak a katonái tisztelték, hanem a költő nemzedék is tisztelte. Tehát a 18. század itt van a szemünk előtt, csak a versek nem voltak itt, és elkezdtem járni a kollégákat, a verséneklő barátokat, akikből vannak jócskán, akiknek néztem a repertoárját, és őnáluk is hiányoztak ugyanezek az arcok, és mondom, a figyfenévát, ezt nem lehet így, és vettem egy kobzot, vettem egy tekerőlantot, hogy korabeli hangszerekkel elkezdtem ezeket a verseket fölkutatni, kikeresni, és ahogy a 16. századtól haladtam kiegészítő, úgymond adatgyűjtéssel, úgy találtam meg az eredeti dallamokat, majd ezeket az eredeti dallamokat a versekkel összeillesztve, rájöttem, hogy vannak vándordallamok, amelyek egyik verstől a másikig utazgatnak, például a Drága jó Toldi Ilosvai Sejmes Péter művének a dallamára Balassa Bálint is írt verset, és Tinódi is felhasználta Ilosvai Sejmes dallamát. Ezek olyan eredmények voltak, ami után rendszerezni tudtam az irodalmi és zenei képet, amikor még a vers és a zene kézenfogva járt abban a két és fél évszázadban. Ne felejtsük el, hogy Csokonai még odaírta, hogy ad nótam minek a dallamára. És miután én protestáns énekes vagyok, kiderült, hogy ebből az évszázadból, két évszázadból nagyon sok bent van az énekes, vagy bent volt az énekes könyvben, és ott is a minek a dallamára nyomán lehet vers szövegeket elénekelni, a régi énekes könyvekben ugyanis kevés kotta volt. Jóska, az alatt tehát, amíg ez az 1400 kikerekedett, az alatt a fehér foltok is kiderültek egyrészt, másrészt pedig, hát ugye
megszínesedtek a kutatások és az újabb dalok által. Azt mondd meg nekem, légy szíves, hogy ugye ebben a mostani világban nagyon-nagyon sokan mondják azt, hogy jó, igen, a kultúra az, ami megtartott bennünket, és ami megtarthat a jövőben is. Igen, a kultúra a legfontosabb. De nagyon kevesen igazítják ehhez a cselekedeteiket, a mondataikat, a döntéseiket adott esetben. Nem érzed szélmalom harcnak? Nem. Ugyanis én úgy alkottam mindig 50 éve. Ez az 50 év azzal telt, hogy kitaláltam valamit, és nem azzal futottam előre, hogy ezt akarom megcsinálni, és ki fog nekem segíteni, tanárnéni, tanárbácsi, művelődési dolgozó, osztályvezető, igazgató. Hát nem futottam támogatók iránt, hanem megcsináltam. És amikor kész volt, akkor álltam oda. Tehát ezzel a munkával is összeraktam egy ilyen hiba százalék miatt, mondom, hogy 40-60%-ra ezt az adatbázist, és írtam a miniszternek, hogy tisztelt miniszter úr, egy ilyet akarok csinálni, kérem az útját, hogyan lehetne ezt megoldani, milyen pályázat. Mert néztem pályázati figyelőt, hogy sehol nem volt ilyen adatbázisra buzdító kiírás, és kaptam miniszteri ösztöndíjat, tekintélyes pénzt, és addig nem kellett csinálnom semmit, csak ezt a munkát. És akkor kész lett. Elég munka volt ez, mondjuk. Igen, a végül is sikerült összerakni, és elmentem egy országos könyvtáros találkozóra, hogy szakmai bemutatót adt a könyvtárosoknak. Azok leestek a székről, és nagyon boldogok voltak. Hát akkor a gyártás, akkor ugye szerzői jogvédi hivatal, költőkkel, mindenkivel egyeztetni kellett, és hogyan tudjuk ezt majd használni. És ekkor Valóh Zoltántól kaptam egy utazásra serkentő ösztöndíjat megint csak, ami azt jelenti, hogy egy éven keresztül 110 könyvtárat végigjártam, de ez nem csak a könyvtárt jelent, mert aznap még egy-egy iskolába is bementem, és órákat tartottam, hogy hogyan kell ezt tanítani. Jóska, még csak 68 éves vagy. Mi következik ezután? Két nagy feladat vár rám. Az egyik az, hogy miután az én önálló műsoraim mindig összefoglalása volt a közérzetemnek, most költőktől kölcsönzött versekből a templomok lázadását akarom bemutatni, hogy hogyan lázadnak a templomok, az üres igék, az üres lelkű emberek ott vannak a templomban, templom körül, és föllázadnak a templomok. Cegő Zoltán verse, és kivonulnak a világból. De még a bádó Krisztusok is mennek a hegyoldalakról, útmentéről, és a többi vers pedig buzdítja a világot, hogy azért itt vagyunk mi még. És ne hagyjátok bízunk a templomot, az iskolát. Igen, hát egy ilyennel most az 50. évenben jöttem. A következő évre pedig talán az egyik legnagyobb irodalmi és egyháztörténeti himnológiai munka az Öreg Graduál, amit Bethlen Gábor hívott életre. Abban az időben ből 200 darab készült, és talán 6 vagy 8 darab van jelen pillanatban a világon ebből. Ennek a dalait szeretném összegyűjtve bemutatni. Már ezek közül egy jó párat sikerült repertoárra tűznöm, és nagy örömmel hallgatják, fogadják azok a lelkészek, azok a tiszteletes urak, akik tisztában vannak azzal az időszakkal, amikor még nem vált önálló felekezetekké a megújult vallás híveinek az emberi csoportja. Ezek a ferencesekből és más tanulni vágyó fiatal, akkori fiatal emberekből, akik megismerték a megújult vallást, azaz az evangélium elsőbségét, ezekből lettek ugye a protestánsok, ha szabad ezt az egyház történeti kicsi kitérőt tartani, vagy mondani. Ezekből lettek a sztáraik, ezekből lettek azok a Szegedi Gergelyek, és így tovább, akik ontották magukból a dalokat, a dicséreteket, a Zsoltár parafrázisokat, nagyon-nagyon sokat írtak. Na most ebből akarok 2017-re egy szép előadást tervezni. Ennek a nyomait tavaly előtt már elkészítettem, hát ezt akarom 17-ben megmutatni. És a 18, amikorra ugye a 70. évem elkezdődik, akkor szeretnék saját szövegű énekekből, hogy hogyan éreztem magam ebben az előző 20. század végi, 21. század elejében, hogyan éreztem magam. Hát ez egy hosszú, nagy koncert lesz, zenészbarátokkal, költőbarátokkal szeretném ezt az előadást és kiadványt, mert az lenne megoldani. Nagyon nehéz lesz ez, azért, mert utána nem akarok már úgy föllépni, ahogy eddig. Mert 70 év fölött talán az a feladat, hogy
ifjaknak átadjam, úgymond idézőjelben a jogörökösöknek átadjam ezt a kincset, amit én kincsnek tartok, és nagyon sokan annak tartanak. Jóska, jó egészséget és rátermett jogörökösöket, ahogy te mondtad, kívánok mindenhez. Köszönöm szépen, és a versolvasás öröm, de verset énekelni még nagyobb öröm. Dinnyi és József daltulajdonost hallották, és mai műsorunkban természetesen végig az ő dalai szólnak. Elhagy az árnyam, elmegyek, csillag sincs velem. E homálytát nem ütheti, megpihen szemem. Sorsomhoz szabott síri ágy, a felnégyelt haza. Testemnek tüzét csillapítsd, Tisza és Duna. Az alkony bíbor színre vált, hitem erősítem. A pokol az, mely így üzen, nem az Úristen. Kegyetlen szél kerekedik, holnap ilyenkor kidőlt serlegből elfolyik az úrasztali bor. Ím most e vers is meggyötör, alig létezem. Áldani készül, s visszahull ölembe kezem. Írhatta volna magyarul akárki fia, parancsba kapván, hogy házát el kell hagynia. Elhagy az árnyam, elmegyek, csillag sincs velem. E homálytát nem ütheti, megpihen szemem. Sorsomhoz szabott síri ágy, a felnégyelt haza. Testemnek tüzét csillapítsd, Tisza és Duna.